Na sziasztok, kijöttünk az évzáró veterán találkozóra, vagy ahogy az esemény neve is mondja, évzáró retro autós találkozó 2022. Fantasztikus gépek vannak kint, rengetegen vannak, úgyhogy álljunk is neki és lássuk, hogy mi várható a mai nap. Tartsatok velem! Elképesztően erős a felhozatal, nagyon-nagyon különleges autók vannak, úgyhogy iratkozzatok fel, és álljunk neki körbejárni. S2000-es Honda egy igazi ritkaság, gyönyörű szép. Ráadásul ebben a királykék színben elképesztő. A tulaj elmondása szerint nem régóta van nála. Reméljük, hogy minél gyakrabban lehet látni itt Győr környékén. Az elmondása az, hogy szeretné visszalakítani gyári állapotra. Jelen pillanatban még elég sok minden munka van vele, de elismerésem, és örülök, hogy Győr környékén is lehet ismételten S2000-et látni. Gyönyörű szép Volkswagen Karmanzsia távozik éppen. Gyönyörű szép állapotban van. Ciao, ciao, boldog új évet! És a győri találkozók sztárja a 308-as Ferrari, szokás szerint itt van minden évben. Gyönyörű szép állapotban, mint mindig. És azért az a belső, az gyönyörű. Az a váltó. Fantasztikus. Kettő darab patika állapotú barkasz. Sajnos a találkozóról egyre többen távoznak. Pedig még mondani, hogy gyerek az idő, de hát szilveszter van, mindenki igyekszik bulizni. És egy BMW legenda, a 8-as sorozat, gyönyörű szép állapotban. Nagyon-nagyon ritkán futni össze vele. De azért az egy V12 benne. Alpine verzióban. Elképesztően gyönyörű. Az igazi ikon Ford Mustang. Félelmetesen szép állapotban. Akárki is, a tulaj fordított rá rendesen munkát. Sikerült róla egy-két nagyon-nagyon jó képet lőni. Majd az albumban láthatjátok. És ha már Ford, akkor egy Cortina is. Éppen távozóban, így a találkozó vége felé. Gyönyörű hangja van. Szintén távozóban. Gyönyörű szép. És ez a hang. Patika. Nagyon-nagyon jó. Ezt a dörmögést egész nap el tudnám hallgatni. Ma már minden szívet megdobogtat a Kispolszki, és ráadásul itt négy darab is van egymás mellett. Nagyon-nagyon szép állapotban, négyféle színben. És ami esetleg különlegesség, az az, hogy a fehér az vászontetős. Azért ez hatalmas élmény lehet ezzel nyáron furikázni. Nagyon-nagyon szép állapotban van a belseje is. Elismerésem a tulajoknak. És az ős transporter. Félelmetesen szép állapotban. Ahogy megtudtam a tulajtól, ők itt Győrmén-Főcsanakon Volkswagen koncernek a termékeivel, veterán felújítással foglalkoznak. Hát nem semmi bemutató darabnak kapásból. Gyönyörű szép. Az egész autó nagyon-nagyon szép állapotban van. Kívül, belül hibátlan. Egy igazán régi Alfa Spider. Ővel már találkoztunk többször is. És az a faberakású kormány még mindig nagyon tetszik. Gyönyörű szép. Finom kis bőrbelső, ahogy illik. És szirénázik a Kispolszki.
Ez az igazi klasszikus forma. Megunhatatlan nemes egyszerűséggel. És beindították a Ferrarit is. Csak hogy egy kicsit lehessen hallani a hangját. Ez az, ami megunhatatlan. Félelmetes az egész autó, amilyen állapotban van. Szép lassan már vége a találkozónak, pár autó maradt, de azért még van egy-két érdekesség, úgyhogy megyünk is tovább. Gyönyörű szép oldtimer, merci. Igazi klasszikus. Hosszú mind a vonatfüttye, ahogy illik. És egy nagyon aranyos kis karácsonyi jelmezben. Szép állapotban van nagyon. És el lehet mondani, hogy vége a találkozónak. Távozik szépen mindenki. Hogy klasszikust idézzek, elmegy mindenki a naplementébe. Hát srácok, lányok, ennyi volt már az évzáró veterán és retro találkozó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy megnéztétek ezt a videót, és még inkább köszönöm azoknak, akik kijöttek. Ezután szeretnék megköszönni mindenkinek mindent az egész évben, minden egyes hozzászólást, feliratkozást, lájkot, minden apró mozzanatot. Köszönöm szépen, kívánok mindenkinek nagyon-nagyon boldog új évet és sikerekben gazdagot. Találkozunk jövőre. Addig is jó bulizást mindenkinek. 2023-ban folytatjuk. Sziasztok! It's not a game, it's a rage thing.